Itt vagyunk megint ismét újra, és folytatjuk a Van Helsinget. Addig jutottunk, hogy elkezdtem kitakarítani az erdőt. És annyi. És próbálom egy kicsit ritkítani az adást, hogy ne legyen túl sok. Az egy órát végignézni az hosszadalmas, és én se szívesen nézném végig, hogyha valami olyan hosszú lenne, úgyhogy próbálunk egy kicsit valamit kurtítani rajta. De hogy oda nem tudok felmenni? Nem teljesen egyértelmű. Viszont az nagyon jó dolog, amit nagyon szeretek benne, hogy folyamatos minimappon van. Jó, elméletileg... le tudnék valahogy hozni egy másik minimappot, de... minek hozzá kellett bármit is, hogyha itt úgyis mindent látok. Szóval teljesen felesleges és useless lenne bármilyen másik. I'll try to keep that in mind. Where am I? Marina will kill me if I'm late. Oh, he's clearly oblivious to his situation. Are you jealous? Nonsense. He is so weak that I could control him with my will. You can control other ghosts? Weak ones, yes. Want me to show you? Heavens no. No, egyelőre ezzel még nem fogok facakolni, mert tudom, hogy mit kéne vele csinálni. Na most még nincs hozzá ingerenciám, hogy megcsináljam. Nem egy nagy kunst, nem nagy szám lenne, csak kedvem nincs még hozzá. Később ilyen folyamán meg úgy sem lényeges. That high in the mountains, where the snow never melts, the giants live. Sometimes they come down to hunt in this forest. Szar lehet. Ahogy meg nem nagyon érdekel, csak engem nem piszkáljanak. Nem oda jönnek, ahová akarnak. Az is jó, hogy itt a mission objecteket látom, és tudom, hogy mi az, amit megcsináltam már, és mi az, amit még nem. De kicsi kis apró dolgok, ami például a Diablo 2-nél hiányoztak, hogy folyamatosan ki kellett lépkedni a questlogba, hogy megnézzem, hogy milyen questek vannak. Mondom, nem egy életveszélyes dolog, szóval nem hal bele az ember, nem szárad le a keze, hogyha megnyomja a gombot, de ez kényelmi szempontból szerintem nagyon is lényeges, és akárhogy is nézzük, akár gamerek, akár bármilyen szinten. Oh, hello! A sword in a stone. Why does this sound so familiar? I can't pull it out. I need some weapon oil. Or maybe you're not the right person. Még egyszer? Nem tudom. Nem, nem tudja. Szóval... akárhogy is nézzük, emberek vagyunk, és ha... hallgassál, már belebeszélsz abba, amit itt csinálnék. Shut the fuck up! Vidni. Szóval... akárhogy is nézzük... azt ott hagyjuk most. Jaj, itt nincs semmi, szóval... technikai szünet volt. Szóval, akárhogy is nézzük a dolgot... az emberek kényelmesek, és szeretik, hogyha szájukba teszik a dolgokat, és ha van rá lehetőség, akkor miért ne kapjam meg... You took my name. Careful. Nem. This creature feels strong. I didn't take your name. You didn't. No, but Katarina knows it, don't you? What? I mean, yes.
I have your name, and I decided to give it back. You are Hearthfire, a creature of warmth. That name feels right. Yes, it is my name. Thank you. Szívesen. Ha mást választottam volna, akkor a szellem megtámad. Az egy ilyen kis... spoiler. Úgyhogy sorry érte. Szóval a lényeg az, hogy az én meglátásom az, hogy... jelen helyzetben úgy nézem a játékot, mint egy felhasználó, nem mint egy fejlesztő. A fejlesztőnek az a jó, hogyha sok a felhasználója. Na pedig akkor lesz felhasználód sok, hogyha felhasználó baráta adott program. Nézzem, milyen helyeket találok. This looks like a wishing well. It's not working. First you have to throw a very old coin into the water. Aha, már tudom akkor, hogy hol lesz használható az az öreg pénzérme, amit találni fogok. The heck? Ezt jó tudni? Upsi daisy. Don't have any healing potions. Arra azért kíváncsi lennék, hogy az hová tűnt. De arrébb tépézel. Én ezt akartam használni. Adjál békén. Köszi. Meg ne teleportálgass. Köszi. Basszus. Hát, ha még élsz, hát akkor most már nem. Aha. Nagyon hiányzik, hogy egy kicsit jobban átlátható legyen a környezet, de amúgy egész jó. A környezet áttekinthetősége. Oh, hello. Kártolgatom, mint egy real ADC. Identify yourself. Hát... ez megteszi. A gruesome puzzle. Let me see. The wagon was a attacked by the soldiers and werewolves. No, the distribution of the paw prints is all wrong. They just rushed in and out. Did you just say distribution? And this track here is deeper. The beast was carrying someone. I'm impressed. As you should be. Right. Let's go find us a werewolf. Időnként azt hiszem, a Katerina sokkal okosabb, mint Van Helsing. Pontosabban itt az észt Katerina hordozza, vagy képviseli. A Helsing meg az erő. De ez is jó, mert így legalább kiegészítik egymást, és még szellemesebb tud lenni kettő között a párbeszéd. Na. Jöttök már lógva, hát nem igaz már. Just don't stick around until somebody discovers that it's gone. Aha. Azt hiszem a régebbi időkben a részletes mapvizsgálat az elmaradt. Sok olyan hely van, amit most fedezek fel. Ami ugye nem baj, mert ez is azt mutatja, hogy eléggé sok minden van egy adott pályán. Pusztulj be az Lykér, az egy hulla. Ez is ott egy hulla. Már azok ott állnak, mint a cövek. És nem segítenének a világért senkinek. A secret altar.
Maybe we shouldn't go too close. You don't have to worry. You're bound to me. Sacred places only affect wandering ghosts. Zsi. At last, someone with proper weapons. Get me out of this unholy place alive, and I will be grateful. I'm afraid I can't do that. My path leads me straight to the heart of darkness. Right. To the darkness, then. Could you at least escort me to the Romani camp? I could do that, yes. Yeah, persze. Gyere! Gyere, baby boy! A gypsy tábor minket vár. Na, menjünk már! Megakadtunk. Tap-tap-tap-tap. Visszatérve a játékfejlesztés ezen pontjára, hogy szerintem ez most jó-e vagy sem, vagy lényeges-e vagy sem. Jó, ez mindjárt itt elkezd nekem papolni. Király. Szóval szerintem a lényeg az, hogy fontos az, hogy egy játékfejlesztő cég gondolkozzon el azon, hogy mi az, amit képes is, vagy hajlandó megtenni azért, hogy a közönség igényeit minél jobban kiszolgálja. Jó, ez nem azt jelenti, hogy nesztek itt egy free-to-play játék, aztán orvérzésig adok neked minden ingyenes plusz tartalmat, teszem föl ki neked, ami ugyan nem teljesen azt jelenti, hogy nem adhat, de hatványozottan korlátozottabb mennyiségben. Mint például az OV-ban a lootboxok, a LOL-ban vannak ezek a hextech ládák, ezek mind pont ezt szolgálnák. Csak a tartalmához időnként nehéz hozzájutni, nem úgy, mint az OV-ban. De a LOL-oshoz bizonyos feltételeknek meg kell felelni. Meg az OV-ban annyira nem lényeges, hogy komoly feltételeket teljesíts. Ha jól tudom, de ki lehet igazítani, mert nem vagyok valami UV-specialista. Ott fent voltunk már? Nem, ott fent van valami, aminek halnia kell. Nem volt túl meg. Doesn't look like an ordinary gold coin. Keep that in mind when you need something extraordinary. És itt volt a kút, ahová most visszamegyünk, és megnézzük, hogy mi történik, hogyha belehajogáljuk ezt a pénzérmét. Szóval én úgy vagyok vele, hogy örülök, hogyha ennyire sok mindent a kezem alá dobnak, mert ezzel is segítik az én játékbeli élményeimnek a növelését. És itt a map. Nem annyira áttetsző, mint a Diablo 2-ben volt. A 3-ról nem tudok nyilatkozni, mert régen volt, amikor babráltam azzal. So here's an ancient coin. Let's make a wish. I need healing potions. Leave me, bitches. Katana, te meg legalább ne csak figyelje. Csinálj már valamit. Jól tudom már. It's not quite what I had in mind. Aha, kapott fegyverolajat. A fegyverolajjal viszont vissza tudunk menni. És hol volt a... Most megkérdezem, hogy valaki emlékszik-e, hogy hol volt a... kard.
Csak mivel ez nem live műsor, ezért eléggé maceres ezt véghez vinni. Ah, hello! I told you that I only need some weapon oil. Yay! Na azonosítsuk csak be. Egészen jó kis kardnak tűnik. Itt úgyis hiányzik egy gyűrű. Azt hagyjuk. Hát nem is tudom, melyik lenne a jó. Adunk egy nyakláncot oda. Ezt összehasonlítjuk At arináéval. A védelmi csökkenti, de a dot per second damage az egész jó. Ha egy sapkánk még nincs, na akkor csapjunk egy kalapot. Jégsebzés bónusz. Fizikai ellenállás. Tűzsebzés bónusz. Ezt most már lehet, hogy viszont érdemesebb kicserélni. Ezzel. Annak már volt értelme. Legalábbis úgy éreztem, hogy van értelme. Majd van meg az, hogy Katarina nem fejleszti magának a cuccait, ami neki tetszik, az miért nem veszi fel? Úgyni. Ez neki hasznontalan. Aha, az egy készlet darabja, akkor azt hagyjuk is. Nem is Katarinának kell ez a cucc. Végig. És kéne még egy gyűrűt neki adni. Legyen ez már miért ne. A sebezhetőt támadja. Ja. Don't get killed while I'm gone. Oké. Megpróbálok odafigyelni erre. Szóval van egy bitangjó kardunk, amit úgysem nagyon fogunk semmire se használni. Nem vagyok azon nagyon kardos most ebbe a játékba. Ah, tudom mit akartam. Aha. A térképre kattintva nem lehet irányítani a karaktert. Ez például nem egy olyan kényelmi funkció, ami azt mondom, hogy van értelme. Erre azt mondom, hogy ez így még jogosnak mondható. Make him follow us. I think I know how to help him. Ha, ezt így sincs. Bugged valami. Gyere csak. Megvárjuk, meg Katarina visszajön is pár másodperc és itt van. I'm back. Missed me. Fogjuk rá. Oh, nem ide. Szóval, ha már itt vagyunk, akkor ezt felvesszük. So we're showing him how he died? You have a problem with that? No, I'm curious. I was never shown my own death. I'm anxious to see how this experiment ends. Is that me? Yes, you were murdered. I was murdered? You should be avenged. Perhaps... I should be avenged. I must avenge myself. You shall all pay.
Nem pont így képzeltem szerintem. Meeting tactless spirits. Well, I blame you. Yes, I blame myself too. De legalább most már tudjuk, hogy hogy készülnek a bosszúálló szellemek. Pillanatizetről is lehet irányítani. Legalább nem nagyon néztem utána az irányításnak. Megmaradtam a click and point verziónál. Ahogy az kézenfekvőbb, mint ez. You did it. I miss. That's mighty kind of you. Yeah, boy. What do you need? Love potions? No, I don't think so. Ez a sipek jobb. Ez Katarina... Apád! Adom, Katarinának áthajogáljuk. Mert ez úgysem fog most kelleni. Hát... Erre fontos a mágia? Nem. Na mágia akkor lenne szerintem fontos, hogyha... Kicsit más, hogy fejlesztenem a karaktert. A zsír az maxos. Erre majd meg még kell. Még használhatnám ezt a villámot is, és akkor lehetne villámos fegyverlövésem is. Lehet, hogy értelmesebb az ügyeket fejleszteni. Az kifejezetten spell, az engem nem fog érdekelni, nekem az kell, ami fegyverrel együtt kombinálható. A kardot nem teszek, mert azt úgysem fogom használni. Remélem nem sok kelleni. Ha csak egyszer fog kelleni, nekem végem van. Nézzük az előnyöket. Igen. Igen. Az első támadásnál 10% kritikus esélyed van. Nem hiszem, hogy annyira lényeges lenne az inventory-nak a bővítése. Általában úgy vagyok vele, hogy vagy damage, vagy semmi. De jó, hogy a berserket akartam megtanulni. Nem ez volt kiválasztva? Na mindegy. Itt Katarina fog egy kicsit többet sebezni, hát most annyi. Most sem halunk bele, csak nem így terveztem. Viszont, ha jól látom, az idő az... Elmúlt felettünk, ennek a szekciónak vége. Elmegyünk a következő helyre, ahol harcolni fogunk. Promise me you won't start with one of your monologues. I am the hunter. I must make an impression here. They will tear you apart. Trust me. De ez még mindig nagyon jó. Imádom a beszélgetéseiket. Na, viszont én most akkor köszönök tőletek. A legközelebbi viszontlátásra, sziasztok, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és amint tudom, töltöm fel a következő videót, iratkozzatok fel, ha tetszett, lájkoljatok, keresetek Twitch-en, Facebookon, nagyon sok platformon meg lehet találni, keresetek utána, majd próbálok frissíteni a
YouTube dolgokon is elérhetőség, leírás és egyéb tekintetben, úgyhogy legyetek résen, és ott is figyeljetek. Addig is, amíg nem jelentkezem következő videómmal, legyetek jók, és cső, Babi néni!